Jogananda, Krisztus második eljövetele. A benned élő Krisztus feltámasztása. Első kötet. Az akarat szabadsága és az engedelmesség. Gurum azt mondta nekem, engedd meg, hogy fegyelmezzelek, mert az akarat szabadsága abból áll, hogy nem a születés előtti vagy a születés utáni szokások vagy mentális szeszélyek előírásai szerint cselekszel, hanem a bölcsesség és a szabad választás javaslatai szerint. Így folytatta, ha összehangolod akaratodat az én akaratommal, megtalálod a szabadságot. Korábban akaratomat a szokások vezérelték, de mikor a guru Isten által vezérelt és a bölcsesség által vezérelt akaratával hoztam összhangba, megtaláltam a szabadságot. Összehangolódni egy olyan lélekkel, akinek akaratát a bölcsesség vezérli, az akarat szabadságának megtalálását jelenti. A legtöbb tanár, aki szolgai módon irányítja diákjait, a dogmatikus tanítások mintája szerint elpusztítja bennük a szabad akarat erejét, ellenben a guru iránti engedelmesség nem okoz lelki vakságot a tanítványban. Éppen ellenkezőleg, ez fejleszti bölcsességének és intuíciójának harmadik szemét. A legtöbb tanár azt akarja, hogy tanítványai a tanár szemével lássanak, de egy guru csak addig fegyelmezi a tanítványt, amíg az meg nem tanulja vezetni önmagát a megismert bölcsesség által. Egy gurut, egy tanítót Isten küld. Ha egy tanítvány, miután hosszú ideig követi a gurut, elutasítja őt, akkor valójában elutasítja az Isten által küldött segítséget. A guru nem csak ebben az életben nyújt segítséget. Lelki kapcsolatba is lép a tanítvánnyal, és ezt mondja, barátságunk legyen örök, segítsünk egymásnak a megtestesüléseken keresztül mindaddig, amíg mindketten lelkileg teljesen felszabadulunk. Néha ugyanígy egy haladó tanítvány is segíthet egy gurunak és fordítva. Az ilyen barátság nem alapul semmiféle önző megfontoláson vagy feltételeken. Az ilyen isteni barátság és az örökké való jó akarat két vagy több lélek között kifejezi az örök, tiszta, önzetlen, mindent felszabadító isteni szeretetet. Mesterem így szólt hozzám. Mostantól az örökkévalóságig a barátod leszek, függetlenül attól, hogy a legalacsonyabb lelki síkon vagy a bölcsesség legmagasabb szintjén vagy. A barátod leszek, ha valaha is tévedsz, mert akkor sokkal nagyobb szükséged lesz a barátságomra, mint máskor. Amikor elfogadtam mesterem feltétel nélküli barátságát, ezt mondta. Minden körülmények között a barátom leszel? Vajon ez megvéd engem a legmagasabb vagy a legalacsonyabb elmeállapotomban? Megdöbbentem, mert álmomban sem gondoltam volna, hogy mester a legalacsonyabb régiókban is van. Amikor megfogadtam, hogy mindig minden körülmények között a barátja leszek, nem nyugodott meg. Akkor örült, amikor azt mondtam, mindig a tied leszek. Ekkor, e csodálatos szellemi egyéválás után megértettem egy guru jelentőségét, és valóban soha nem találtam teljes megelégedést, vigaszt és Isten tudatot, amíg nem adtam át magam mesterem isteni tudatának. Jézus ismerte a felszabadulás fenti törvényét. Biztosan megtalálta Jánosban reinkarnálódott guruját, egy guru, bár szellemi minőségben alacsonyabb rendű, ugyanolyan guru Isten hordozója mindig. Ezért ragaszkodott Jézus ahhoz, hogy alámerítő János tisztítsa meg. Jézus is beszélt alámerítő Jánosról, mint Illésről, a reinkarnálódott prófétáról. Jézus ezt mondta, engedd, hogy ez megtörténjék most így, mert így kell beteljesednie minden igazságnak. A szanszkrit szentírás pontosan ezzel párhuzamos állítással rendelkezik. Sok bölcs van, sok bölcsességgel, szentírási és lelki magyarázatokkal, látszólagos ellentmondásokkal, de a vallás valódi titka a barlangban rejlik.
Egy önmegvalósított ember által követett út minden spirituális törekvő által követendő út. Egy szentírás, függetlenül attól, hogy milyen mély lelki igazságokat hordoz, nem olyan hasznos, mint egy szent, aki valóban járó, beszélő, élő írás. Óriási különbség van a palackban levő erős kénsav és a H2SO 4 képlet puszta leírata között. Sem a képlet, sem a kénsav erejének leírása egy könyvben soha nem írhatja le annak izzó, létfontosságú minőségét. Az önmegvalósítás igazságai olyanok, mint a jelentéktelenül kicsiny magvak, de erejük és bölcsesség termelő tulajdonságaik valóban érezhetők, amikor a szentek önmegvalósításának kertjeiben hatalmas fákként láthatóvá válnak, bőségesen megrakva az isteni szeretet gyümölcseivel.